Zalaegerszeg jelképe a Mária Magdolna templom, a barokk építészet egyik remek műve, amely a Szombathelyi Egyházmegye legszebb épületei közé tartozik. A templom és a Mária Magdolna plébánia 18-19. Századi történetéről a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár munkatársa Cselenkó Borbála írt könyvet. A számos képpel ellátott kötet a Zalaegerszegi füzetek sorozat részeként jelent meg. Nem csak a mezővároshoz kötődött maga a templomépítés, hanem Zalaegerszeg ugye egy megyeszékhelyi központi funkciót is kapott a 18. századra, ami megerősödött nála. Gyakorlatilag Zala megye végleges székhelyévé válik, és ezzel együtt egyfajta népesség robbanás is elindul a 18. század közepétől a békés időszakban. Ez nyilván együtt járt már a püspök számára is egyfajta tervezéssel, hogy hosszú időre kell tervezni, nem csak azért, mert túlnyomórész katolikus városról van szó, hanem egy rohamosan növekvő városról is beszélünk. A település első plébánia temploma, névadója már ennek is Mária Magdolna volt, a 13. század első felében épülhetett. A ma is álló épületet Padányi Bíró Márton veszprémi püspök kezdte el építetni. Az alapkőletételről elég sok vita folyt sokáig, tehát még talán Mindszenty is 1750-et határozta meg dátumként. Ma már bizonyosan tudjuk, hogy 1747-ben letették az alapkövet, maga a tervezés a templomnak pedig már 1746-ban kezdődött. Ugye ez kellett egy olyan időszak, amikor már az ország és a megye is, a város is, tehát úgymond gazdaságilag a török és a Rákóczi szabadságharc után konszolidálódik, elindul egy gazdasági fejlődés, és az akkori püspöknek, Bíró Mártonnak már lehetősége volt arra, hogy anyagi értelemben, hogy templomokat újítson föl, támogasson, építsen. És ebben az időszakban gyakorlatilag lehetőség is volt, és szükségessé is vált már a Mária Magdolna plébánia templom építése. Tehát 47-ben már letették az alapokat, utána egy kicsit stagnál az építkezés, tehát rendkívül lassan folyik, alig van nyoma. Majd 1756-ban kap egy új plébánost a város, Kispálnak hívják. És ez a Kispál nevezetű plébános, ő nagyon nagy energiával veti bele magát a templom építésbe, olyannyira, hogy 2 év alatt tető alá hozza az addig gyakorlatilag alapjaiban létező templomot. A templom alaprajza a római jezsuita Il Gesù templom népszerű típusát követi. A 2 torony között 2 pillérre nyúszik az orgonakarzat, a hajót 3-3 oldalkápolna bővíti. Azt mondják, hogy az egyik legnagyobb oltárképpel rendelkezik Magyarországon. Nyilván a titulusának megfelelő oltárképpel. Ami még érdekes lehet, hogy az oltárai ugye az átépítés során megváltoztak, több is lett és meg is változtak, és kicsit nem is annyira művészetileg kötődik talán a templomhoz, mint inkább a történetéhez, hogy eredetileg volt egy Szent József oltára a templomnak, és a városban olyannyira élt Szent József tisztelete, hogy bár az új templomban nem került be Szent József oltár, de valahol megőrizték magát az oltárt. Tehát még az 1800-as években is alapítványokat találunk, végrendeleteket a Szent József, nem létező Szent József oltár számára. Kiadványban az adott korszakot érintően a templom plébánusairól is szó esik, kiemelten zalaegerszegi tevékenységükről. Mindegyik plébános olyan szempontból jelentős, hogy ide csak tehetséges személyeket tettek, akiknek ez majdnem hogy ugródeszka, tehát volt a későbbi kanonokistallumhoz. Majdnem, gyakorlatilag 1-2 kivétel az összes plébános kanonokistallummal lépett tovább Zalaegerszegről. Aki talán Zalaegerszeg életében fontos volt, az éppen nem lát tényleges kanonokká, ő Balaton József plébános, ő ott is hal meg Zalaegerszegen betegségben. Őróla tudunk többet talán, amiatt is, hogy már több irat létezik az 1800-as évek végéről. Őróla tudjuk azt, hogy egy nagyszívű, a híveket támogató sajátjai, saját vagyonát sem sajnálja arra például, hogy a templomba miseruhát vegyen, szegény filialistákat támogatja anyagilag, amikor szükség van rá. És még hozzá kell tenni, hogy rendkívül jó gazdálkodó, kezdetektől fogva gyarapítja a földeket. És jó érzékkel újítat fel olyan épületeket például, amiről már tudja, hogy későbbiekben felértékelődnek, plébánia épületeket. Hát a jövő őt igazolta. Thank you.
Azt mondták őseink, Isten jó kedvében teremtette a világot. A teremtő művének gyöngyszemei Vas és Zala megye ezer arcú tájai. Az ég felé nyújtózkodó Kőszegi hegy, a Vadrába folyó, a híres zalai dombok, a szombathelyi egyházmegye, vagy ahogy emlegetik, a vértanúk és szentek földje. Itt született Szent Márton püspök, Mincenti József bíboros, hercegprímás, itt halt vértanú halált Szent Quirin püspök és Brenner János áldozópap. Dombos Zala zengő dala felét szál most. Boldog asszony, a te neved legyen áldott. Így szól az ének évszázadok óta a zalai hívek ajkáról. E dombok között a Zala folyó mentén helyezkedik el Zalaegerszeg. Az évszázadok fejlődése nyomán 17 falu olvadt egybe a várossal, s jelenti a mai zalai megyeszékhelyt, adja sok színűségét. A 60 000-es lélekszámú település mára a térség közigazgatási, gazdasági és kulturális központjává nőtte ki magát. Zalaegerszeg első plébánia temploma, névadója már ennek is Mária Magdolna volt, a 13. század első felében épülhetett. A kis románkori épületet később gótikus stílusban alakították át. A 18. században az ellenreformáció hatására új templom építésébe fogtak az egerszegiek. 1747-ben rakták le az épület alapkövét. Felszentelésére 1803-ban került sor. A templom belső tere visszatükrözi a barokk építészet és művészet nagyszerűségét, és lenyűgözi a betérőket. Alaprajza a római jezsuita Il Gesù templom népszerű típusát követi. A két torony között két pilléren nyugszik az orgona karzat, a hajót 3-3 oldalkápolna bővíti. Falain az apostolok láthatók. A főoltárképen, valamint a szentély freskóin a védőszent Mária Magdolna életéből vett jelenetek láthatók. Köztük az, amikor bűnbánóan könnyeivel áztatta és hajával törölte Jézus lábát, illetve amikor Krisztus megjelent neki feltámadása után. A mellékoltárok festményei közül kiemelkedik a szeplőtelen fogantatás, valamint a Szent Kereszt művészi ábrázolása. A templom hangsúlyos eleme az úgynevezett Aranyos Mária oltár.